Isti! Na szervusztok gyerekek, innen jelentkezek Pest Erzsébetről, a Hungarian Card Expo-ról, hát igazából az autómból, de mindegy, Tamást várom jelen pillanatban. Kijöttem ide, mert lesz egy másik videós a csatornán, aminek a tematikájába beléleszkedik majd egy magyar cég, a Big King Relics. Átadtam a csomagot, amit át kell vennem tőlük. De úgy voltam vele, hogy már kijövünk ide, akkor már miért ne nézném meg ezt a kártya export, kártya bőrzét, mert én még nem voltam. Olyan koncepciót találtam ki, hogy mit tudom én, ilyen 5000 forintot szabok magamnak, amennyit költetek a rendezvényem. Megmondom őszintén, nem nagyon akarok belecsúszni egy-egy ilyen hobbiba, mert azért borzasztóan pricey tud lenni a sztori. Egyébként én nagyon szeretem még például a Magic the Gatheringet is, tudom, ezt erről sosem beszéltem. Valahogy azt érzem, hogy Magyarországon eléggé durva szubkultúra, meg egy ilyen nem annyira népszerű sztori. A nagyon szeretem az megint egy olyan dolog, hogy csak a magam módján hobbi nekem, tehát hogy így nagyon béna vagyok benne. Annó volt egy paklim, versenyeken nem jártam, tehát így a Petivel, annó a haverommal ugye játszottunk elég sokat, így egymás ellen folyton megalázott. Innen is köszönöm szépen, Péter. És hát igazából nagyon tetszik amúgy maga ez a trading card game alapelv nekem. Tehát, hogy ugye a kosaras kártyák az nyilvánvalóan a hobbi miatt kötődésem, az NBA miatt. De azokat ugye, azokat nem tudsz mit csinálni, azokat kirakod, nézegeted, tudod, hogy van, megy föl az ára, az értéke az a lapnak, megy lejjebb, és akkor oké, ez így jó. Na de a trading card game az egy egészen más tészta, ugye ott azokat lehet gyűjteni is, és akkor úgy bánni velük, mint a kosaras kártyák, vagy a bármilyen sportkártyával, vagy pedig akár lehet azt is csinálni, hogy játszol velük, tehát van egy játék szabály mögötte, Pokémon, TCG, mit tudom én, Yu-Gi-Oh, you know the drill. Ez egy ilyen kis gyűjtő album, direkt vettem annó még egy ilyen kicsit, mert nekem volt egy nagy is, de hát annyira céltalanul gyűjtöttem, meg annyira nem vettem komolyan sose ezt a gyűjtés dolgot, hogy nem igaz. Szóval én most jelenleg így nézek ki Iverson lapokból, van azért itt ilyen mezdarabos lapom is, ami számozott egyébként, bár elég nagy számos, tehát hogy per 250. Van egy másik Iverson lapom is, ez per 349, tehát ezek azért nem a legértékesebb lapok a világon, nehogy azt higgyétek, de van még egy ilyen Iverson mezdarabos kis okosságom, de inkább ilyen insertek, de vannak base lapok is nekem Iversonból. Hát ez már csak az én kis hülyeségem egyébként. Ugye otthon még van egyébként egy aláírt Iversonon, de azt hiszem sticker autó az, ha minden igaz. Ez azért elég babán néz ki amúgy, ez a ribakos. És akkor csináltam egy irtószánalmas dolgot, mondom, jó, akkor nézzük meg a befektetés részét ezeknek a kártyáknak, hogy mit lehet ezekkel befektetgetni, ugye? És ugye ezt általában a sportkártyáknál úgy vettem észre, hogy az a helyes magatartás, hogy azzal lehet úgymond így... Nem azt mondom, hogy pénzt szakítani, de úgy lehet igazán jól beleszállni. Ugye általában mindig az a lényeg, hogy olcsón vegyél, drágán adj el. Ugye ez az alapszabály. Úgyhogy én egy olyan rukit kerestem, aki jelen pillanatban még nem olyan nagy cucc, tehát ugye addig még ugye az értékei a kártyáinak eléggé alacsonyan vannak, és hogyha úgy alakul a karrierje, hogy sok minden összejön, komolyat fejlődik, hatása van a játékra, akár még egy gyűrűt is nyer, vagy bajnokságot is nyer, akkor azt meg tudja duplázni, sőt nem duplázni, de fejjel tudja vinni az értékét a lapnak. Viszont szerintem én csináltam egy baromságot, én nem, tényleg nem tudom, amúgy nem egy nagy baromság, mert aztán nagyjából 10.000 forintot költöttem rá, tehát ne higgyétek azt, hogy ilyen nagyba mentem, én mindig kicsibe szeretem kipróbálni az ilyen dolgokat. Jeremy Sohan-re esett a választásom, ugye jelen pillanatban a San Antonio Spurs-ben játszik. Természetesen megérkezett Wemby, ugye, Victor Wembanyama. És hát nyilvánvalóan ő most azért eléggé brutál, tehát ő valószínűleg azért az ő lapjai azok már most rengeteget érhetnek, az szinte 100%. Viszont van itt egy Sohan, Panini Prism, ezek mind rookie kártyák, mint látjátok. Szóval rookie, az is rookie, az is rookie, tehát ezek mind azok, viszont ezek az egyetemi lapjai. És valamelyik Reddit thread-en úgy olvastam, hogy elvileg az egyetemi lapok nem annyira tartják az árukat. És ezt nyilvánvalóan azután olvastam, miután megvettem. De van egy ilyen tök baba is amúgy. Insert. Ilyen, Spectra? Spectra, ja. Úgyhogy nézzük meg, nagyon kíváncsi leszek. Hát azt azért nem mondanám, hogy kevés embert érdekel ez a hobbi. Ooh, damn. Hello. Avatott kezek, bazd meg. Így nagyon rossz ezt itt végigpörgetni. Dehogy rossz. Dehogy nem. Nem muszáj. Félsz az utolsó. You have to. It's mine. Na, tehát
párt, mondjuk ez nem gyűjtő. Jilin Ping. Hoppáré. De igen, az Ákos meg a Knicks tapokat gyűjti. Igen? Ezt előre is rakjuk. Az mi az a Portland? Akkor van Brunson 5-ből is egy csomó? Hát nem egy csomó, de van nem egy csomó, azért van, ha? Másik, nem? Ez? Aha, az Portland. Az Greg Brown third. Kéri, Portland lapokat akarja a fiú. Greg Brown the third, de ez nem tudom, hogy ki. És mi az a piros pötty? Bazd meg. Kurván nem ez a jegy. Számláló volt, azt mondja. Ujj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 j
lett McDonald's rögös útjára, tesó. Harapós kutya. Úristen, de imádom Beverly-t, te jó ég. Azt a nagyon melegen van, és már izzad a között. Tesó, rohadt meleg van. Ezt félrerakjuk, jó? Mi sárga az? Hogy van? Ezer? Ezer? Hát akkor 5 darabot tudok abból, azt nyakolom. El is lőttem a keretemet. OG and Obi. Hol van AI? Hol van AI? Nem tudom, én se találtam itt. Izé, sticker autó, vagy minek hívják azt? Jajajaj, nem mondja már. Ricky Rubio? De izé. Ez 4000. Hát, de ez mi a faszért ennyi? Nem is számozott semmi. Ez ilyen nagyon-nagyon ez, nagyon kártyája lehet szerintem ez. Azt mondod? Figyelj, ez 2009. Meg hát nem hát, is. Hát, de viszont nem rookie kártya, nem? Ja, ne, hát nem. Na, hát mondjuk nem annyira. Nem RC. Nem RC. Ja, amúgy én azt hiszem az összes rookie kártya amúgy RC. Tehát rá rajta van az RC, vagy az csak egy ilyen Moses Moody. Na, egy Moody, Bálint. No egy Moody, no way? No way. Egy jó Moses Moody. Ez mind van bajom, de ez... Igen, ez nagyon necc így. Tudja, hogy egy darab Iversont fogok kihúzni, és akkor az kék lesz. És akkor el is lőttük az 5000-et kb. Majdnem. Még egy pár izét tudok venni. Top loader-t, aztán csókolom. Jaj, Istenem. Top loader-t. Jaj, nem az. Kövály. Kövály. De szeretem kövályt is, bazdnek. 800 forint? Na, ez tök jó. Ja, mert a végén alkudozunk. Már ha lesz, hogy nekem alkudozni. Te már nagyon alkú kész vagy? Figyelj, hogy rád bízom az alkut. Figyelj, te már jártál ilyen ennél, meg még szűzkézzel nyomj. Júj! Most nem az Ozzy Iverson napokat keresem? De olyan, csak mémelem ezeket. Amíg az a szar, BBB cipő van. Egy dolog neked mondj meg. Tehát ez egy egyetemista. Igen. Rookie, nem rookie kártya, egyetemi lap. Én vettem ilyen, ugyanilyen, minek ilyen line, vagy minek mondják ezt? Mindegy, van egy ugyanilyen szóhenem, ami ugyanúgy, az RC, és akkor még egyetemhez, én úgyha olvastam valami Redditen, hogy azok izék, nem tartják az értéküket. Hát, ami nem NBA-metes, az igen, az kevésbé. Okay. Csak azért, mert például piros, ez most 2000 forint. Úgyhogy lehet, hogy nem volt olyan nagy hülyeség, hatalmas nagy befektetés. Nem az csak, hogy igen, az NBA, akkor a mess számít, ugye? Igen, kb. Igen, inkább. Márkos, én ebben nem találtam Nixosot. Ez nem izel volt? Nem Nix? A piros nem. Előtte. De, bazd meg. Nem. Na. Ezer. Ezt kérem szépen. Ezt akkor félrerakjuk oda. Kezemben, ugye? Kezedbe, bocsánat, igen. Hú, ez de jól néz ki, bazd meg. Ja. Sís. Pont a legszarabb izé karrier célpontja amúgy a világon. De viszont per 99. 2000-é. De jól néz ki amúgy. De amúgy biztos, hogy benne nem ér annyit amúgy. Rohadt meleg van, undorítóan fog kinézni a videóban, tehát hogy már most elolvadok. Már most undorító vagyok a másom, hello. Ott van Valentine is. Ott valahol. Greyjoy. Undorítóan nagyon fog kapni. Hú, jó, jó! Észtesolja, meg akarom kérdezni. Na jó. Na mit akarsz? Ezt a lapot. Ez tőle van? Nem. Igen? Ez enyém. Jó, az a tied? Mennyiért? Jó, mennyit jó. Mennyit ér, meg hogy cserélje bármire. Oké. Okay. Ráfordul okay. A kamerát. Oké, okay, bocsánat, elnézést. Elvileg 4000. Igen. Háromért működhet esetleg? Szereted ezeket a játékosokat? Ültöd? A játékosokat is, a sorokat is, a csapatot is. Nem. Köszönöm.
Már megértem. Már egyszer csak mondom, legyen valami. Köszönöm. Tamáson, milyen lapjaid vannak itt? Mik fekszenek itt neked? Anthony Edwards. Ezeket brékelted? Ez nagyon jó. Ezeket én ezt nem akarod megpróbálni izé? Elalkudni? Azt mondta most a srác, hogy ez mivel ilyen retail, ezekből gyártanak újat is, szóval. Persze, hogy gyártanak. Kamus fasz. Kurvára, ez az egyen belőle a világon, bazd meg! Van még egy ilyen Ben Shepard, de 125-ig számozott, látod? Aha. Van egy Lake Leslie. Oké. Okay. Ez a Maxi amúgy egész jó. Azt mondja, megpróbálnád berakni. Dehogy is, tesó. Nos, dehogy is. Hát lehet, de mondjuk cserélj. Leforgatom. Kelep Houston, a legendetikus világon. Kelep Houston? Neked? Nem Houston, Houston! Oda néz. Tessék, ezt neked adod. Anyád, egy trét kornyokbe való. Nekem adod? Neked azt mondtad. Köszönöm szépen. Nehogy ezt így, akkor... Oha, ezek gondolom ilyen 50 forintot érnek. Nem ilyen 300-at kb, de... Na, akkor van 5600 forintom már. Úristen, bazd meg. Alakulunk. Ezt is neked adom. Mi ez? Valenciúra, hogyne? Köszönöm szépen. Na, srácok, megért eljönni, bár mondjuk ennyi rátmehettem volna hozzá. Mi volt az? Mindjárt Hunter, fú, az nekem nagyon szúrja a szemet egy ideje. Hallod? Itt a cukros bácsi. Itt igyekezik. Igazából igyekezik. Mi kell még? Kiszakodják a kezedből. Nem kell más amúgy. Izé nincs egy Sohan. Nincs még. Az nincsen. Ez a curry van még, ez a bombszpados. Nem vagyok curry is. Meg ez van az Aushar Thompson. Aha. Sziasztok, Chet. Az Chet Holmgren volt? Aha. Jézusom, hogy néz ki. Nick Smith Jr. Ez a rookie például. Isaiah Mobley. Ez is rookie, Dyson Daniels. Ezek meg fotball. Fotball. Fotballos. Na. Na, megért eljönni, mert én adok mindenkinek lapokat, bazd meg. Ez az! Itt vagyunk a Viking Relics-nél. Igen. Na, addig még nézelődünk, úgyhogy... Nézzétek, hogy nagyon komoly lapjaitok vannak, basszus. Ez egyből itt... Ez minden BA. Ja, ez is, aha. Ó, jó. És még itt is, mystery pakk is van. Aláírt leszek, aláírt fotó. Aha, jó. 90-es évek elé, action fotók is. Jó. Biók is van. Durrantjuk. Első, nem magazin. Tehát ez nekem meg volt régen, az megvan? Carmelon. Aha, ez így, ahogy már, én nem tudom, hol lettek amúgy a régiek. De meg... Pedig ott Kobe van például jól járnál, ott azért 10-15 között mennek. Ahogy gondolom. Fi, Iverson lapot van esetleg? Valahol? Vagy így fejből, tudod-e? Mert ugye annyi ilyen lotot átnéztünk már, tudod, és így... Én arra megyek elsődlegesen mindig rá. Hát itt nézem akkor annyi. Jó. Nézzük, persze, most ezt az üzét akkor nézve. Jó, végignézem akkor, félszeket én lerakom, hanem... Egyszer ABC-ben volt ez. Aha. Aztán... Jó, akkor így, figyelj, én így nem szarozok. Úgy ki kell venni. Ja. Az mi? Wow. Brady Manek. Fogalmas sincs ki ez. You know something about him? De jól néz ki ez is amúgy. Jó, akkor átnézegetjük, az kész. Csak azt hittem, hogy így esetleg fejből megy, de osztom mindegy, milyen retro. Ja. Artis Gilmore, bazd meg. Anyád. Oha! Tesó. Az jól néz ki amúgy. Igen. 5000 a budget? Igen. Majd van valamit kitalálni. Jó. Az 3009, nem? 3009. 3009 ez. De ez nagyon jól néz ki. Top Stars. Jó. Na hát, alakul itt ez. Maradj kettő. Nem lehet egyezkedni. Jó. És csak. Ó, köszönöm. Új, és a izé. Mindjárt is nézhet a csapos kereset. Nagyon jó. Alakulunk. És portlandeseket lehet? Tessék. Azt a kurva, de jó. Én ki vagyok ettől, Gary Payton. Gameborn jersey. 6500. Kár, hogy nem gyűjtöm. Na, hogy ilyen előkerülne. Wow. Wow. Olyan kurva jó aláírásaik vannak amúgy, nekem meg annyira egy hányadék egyébként. Igen. És megmutassam az én kártyámat, hátha érdekli valamelyik. Amúgy figyelj, nyomod. Én mutatod a kártyákat, hátha érdekel, átnézed. Jajasztó. Lófasz. Lófasz nem ér? Köszönjük szépen. Ja, Rip Hamilton az. Most erre összejön, most úgy néz ki.
Na, hogy alakulsz? Hát egy jó csere összejön. Tényleg? Igen. Onyád, keci. Jó, mondjuk ezekre valószínűleg, aki szakomat adtam, úgy azt mondja... Ez is mondta azért már egyetemben. Igen, csak egyszerűen úgy... Meg úgy. Találtál Lillardot még amúgy? Nem, de nézegetem nagyon. 10/10. Igen. Lillard kell, aha. Lillardot egy nyújtam. Azt a büdös. Hogy néz ki ez alatt te? Anyád. Mekkora flash meg? Tesó, ilyet láttam? Nézd meg, nem licenszett. Ilyet láttál már. Nem licenszett? Nézd meg, nincs rajta az Spurs felirat. Anyád. Tesó. Per 10. Per 10, ez 25 000 forint, szerintem annyiból nem jön ki az. Tesó, ez nagyon meleg. Jézus Mária. Na, itt van a emlegetett szamár. Ez is tök szép, na. Nagyon jól néz neki. Ez nagyon jó, csak annyiból az nem jön ki. Tamás egy kicsikét konfliktusba került önmagával. Magammal kerültem. Az a helyzet, hogy most akkor legyen-e vacsora a következő hónapban? Legyen-e mit enni, vagy pedig inkább ez? Nem lesz. Anyád. Ez nagyon jó. Hű, bazd meg. Szerinted az feljebb, most ez görény kérdés lesz, aláírom, de szerinted, hogyha mondjuk az ember megveszi ezt a lapot most, Magic Johnson, ismerjük. Sejtem, okay. Hol fog kifutni. Sejtet, hol fog kifutni, és akkor olyan szituáció kerül, hogy ez így legit lesz a fekete-fehér, tehát elhalálozik szegény, akkor szerintem ez felnyomja az árát a lapoknak, Kobinál. Nem akarok erre játszani, meg undorító dolog, de Kobinál is láttuk, hogy ez ment amúgy. Lehet, csak ez mondjuk, nem tudom, ez is egy újabb lap például. De például a kombinálom, hogy nem az volt, hogy az összes lap, ami létezett hát összes, az igen. Idő volt? Hát érdekes. De szerintem ő azért manapság más kaliber, mint egy Magic Johnson, mert azért... Hát jó. Anyád, ez a Beverly lap. Ami én Beverly-t nagyon imádom. Egy igazi köcsök patkány. De tudod, én az ilyen védő, a védekezésben specialistákat imádom. Még egy egyéniség. De amúgy az. Júj. Petbev, bazd meg, Petjú. 9000 forint értékben nézek most Lillard kártyát, jó? Jó. Tessék, ez mindenképpen. Aztán... Ez nem szeretném. Én árazok mindent, ha ez a kérdés. Igen, nem mondtam, hogy ez a next. 3000. 3007-nél vagyunk. Ez semmiképp. Szóval gyorsan árat. 1005. 3007 plusz 1005. Hogy kezd ez? Sehogy jó így. 3007 plusz 1005. Az mennyi? Vannak ilyen standard árak, tehát ugye a... Annyiból endpoints reached, igen. 3007 plusz 1005 az mennyi? 3007 plusz 1005. 5002. Nem árazok, hanem ajándékba adom a gyerekeknek. Szóval van alatta is még nap. Ezt nagyon kéne, ez is 1005, akkor ez 6000. 6007 plusz 1003, az 8000. Várjál, 8000, és itt már nem Lillard van. Ez mennyi? Ez 2004, ez már nem jó. Még egy 1000-esért kéne. 1004. Ez meg 1005. Ez kéne. Van nálad 400 forint? Nincs. Van nálad 400 forint? Nincs. Van valaki 400 forint? Gyertve sem mindenki. Annyival lógok túl csak azért. 2001 helyett neked egy 5-ös. Pont ennyit akartam ma költeni. 7001 helyett. Egy 5-öst. Köszönöm szépen. Köszi szépen. Dolgoztanak? Nem, azt még mindjárt elveszem. Mi lett? Mutasd? Ez a három lap lett végül is. 7001 lett volna az összérték, de 5000 én megkaptam. Nagyon jó. Úgyhogy igazából, akkor most már nem tudok venni ilyen taplódást se. Semmit igazából. Nem. Vége van. Jó, már vittél, retro vonalat. Jó, köszönjük szépen. Igen. 9000 forint értékben lett ez az őrlap. Igen, ez mit tud ez? Semmit, csak tök jól néz ki, insert. Ja igen, mert a Lillardökre mész, ugye? Igen. Nagyon jó, 1004 lenne. Igen. Ez a Why to Win. De jól néz ki, bazd meg. Ja, és akkor ez, ja, de ez még mindig izé port. Ja, de te csak a Portland-et gyűjtöd, ugye? Csak a izé, nem a Bucks-os. Igen, nem. Van egy ilyen Skyview.
Ú, de jól néz ki, bazd meg. Ó, kurva jól néznek ezek a lapok amúgy, nem fogok hazudni neked. Kurva jó. Van egy ilyen select numbers. Igen, azért nem vetted meg végül azt a nagyon durva 10 per 10-et? Nem. Tesó, az nagyon komoly pedig amúgy. Kurva jó. Ez prizm és color match is, ugye? Mi a fekete-piros a mez, és fekete-piros a kártya. Ja, és akkor az ilyenkor megdobja az értékét? Igen. Ruby Wave. Ruby Wave, ez 3000 forintos értékű lap. És egy ilyen USA. Jaj, de jól néz ki. Ezek jöttek. Á, kurva, tesó. És ugye nem költöttem egy forintot sem, mert cseréltem. Igen, jót mentél. Csak cseréltem, szóval nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Na mi van, pajtosok? Mind megy itt a alku? Itt az utolsó. Ó, ezek új alku, most urantottad? Még nézelődünk. Oké. Hát meg amúgy is ilyen nagyon szorosan volt, bocs, ezt a kitörnök. Itt nem látta Ákos tüdődött, nem ugye? Nem. Nagyon érdekes élmény volt egyébként nekem az egész. Több ember fel is ismert. Mondjuk ebben az NBA-s közegben lehet, hogy azért számítottam rá minimálisan, hogy azért valaki fog, de nem volt olyan részes egyáltalán. Sokkal több ember volt, mint én számítottam. Tehát kúra sok ember van ebben a buliban benne, ebben a bizniszben benne, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy kőkemény biznisz. Tehát, hogy ahogy lementünk az első pulthoz, első standhoz, ott már számomra is világossá vált, hogy azért ez tényleg egy kőkemény piac. Az egész, egy piac gyakorlatilag. Nyilvánvalóan amúgy én ennek vagyok a híve, én ezért is voltam erre nagyon kíváncsi, hogy külön lapokat megnézni, és azokat megvenni én sokkal logikusabb lépésnek tartom, hogy az ember szereti ezt a hobbit, mint azt, hogy megvenni egy csomagot, vagy akár egy egész dobozt 30-40-50 ezer forintért, és akkor majd random történik az, hogy mi jön ki belőle, és mi nem. Na most szerencsére erre volt itt lehetőség, de ugye nyilvánvalóan az, amikor egy random megnézed, hogy mi jön ki belőle, azért az kőkemény gambling. Tehát az annál nagyobb gambling nincsen. És amúgy engem, mint a felvezetőben is mondtam, nagyon érdekel általában ez az egész világ, de egyszerűen annyit én nem tudok, és tudnék, de nem vagyok hajlandó rákölteni, mint amennyit az igazi nagy játékosok tesznek, vagy amennyit költenek bele a valóságban. És én nem mondom azt, hogy mindenki tegye ezt, stb. De például, hát most így összegzem, hogy akkor mit sikerült ma 5000 forintból beszereznem ezen az expón. Szóval én ugye elsődlegesen Allen Iverson lapok miatt jöttem. Túl sok nem volt. Sőt, nagyon kevés volt. Nyilvánvalóan itt megint a piac szól bele ebbe a dologba, mert azért az Iverson lapok, egyébként van köztük olyan, ami baromi értékes, egyszerűen nem meták, vagy nem is tudom, hogy metának mondható-e, nem annyira keresettek, feltételezem, mint mondjuk akár egy nyilvánvalóan egy Wembanyama, ami most ugye a legnagyobbat megy, vagy például pár éve a Zion Williamson lap volt ilyen, most már pont láttam egy olyat, le is videóztam, 30 ezer forintért egy darab kártyalapot, ugye Zion, hát szerintem az alap már nem ér annyit. Tehát nem tudom, hogy mi van, én most ott Ákossal is beszéltem, aki ugye benne volt a magas kosárlabdás srác, és ő azért benne van ebben a gyűjtésben eléggé, és ő is mondja, hogy annyit az most nem ér, úgyhogy ennyi. Na, de mit sikerült, akkor 5000 forint, szigorúan tartottam magam, na jó, nem, picit megszektem, mert 5200 forintot költöttem a mai videóban. A lényeg az, hogy megvettem, egyébként a Big King Relics-től hoztam el több cuccot is, egyszerűen jók voltak náluk, ezt nem hagyhattam ott. Ez egy Patrick Beverly, teljesen egyszerű, semmi extra lap, ez 900 forintért volt kirakva. Én nagyon szeretem Patrick Beverly játékát, úgyhogy nem akartam otthagyni. Egy igazi köcsög egyébként a pályán, tehát azt nem akarom eljutatni, tényleg egy szemétláda, de ezt nem akartam otthagyni egyáltalán. Úgyhogy egyszer ez. Aztán, ugye Iverson, ez a következő Iverson. Igazából nem nagyon volt választásom, tehát Iverson lapok tekintetében nem volt választásom, hogy mit fogok elhozni, de tetszenek. Tehát, hogy nekem igazából teljesen mindegy szinte Iverson legyen rajta, és én már boldog vagyok, úgyhogy újabb Iverson lap kerül a gyűjteményünkbe. Ez amúgy egy 3900 forint értékű lap, legalábbis annyiért volt kirakva, úgyhogy ez már azért picikét price-ip sztori. És egyébként nagyon jól néz ki, nyilván van, tök jó állapotban van, ahogy az összes egyébként. Ja. Hát azért picike tearing azért van rajta, de ez volt még. És akkor van még egy ilyen egyetemi Iverson lap, ez a Hoyas, ugye, Georgetown Hoyas lap, gyakorlatilag igazából ez is egy semmi extra, 2021-es Panini lap,
Viszont nagyon jól néz ki ez a, ez a pattern, tehát ez így nem tudom mennyire adja át a kamera, de ez így csillog, villog, gyönyörű. Ez 2300-ért volt, és a Biking Relicsnél az volt a deal, hogy 5000-ért elhozhattam ezt a három lapot. És akkor csak hogy még azért a plusz egy, ugye, mert mondtam, hogy nem csak 5000 forintot költöttem, mert 5200-at vettem egy full base lapot, teljesen base Iverson lap, NBA Hoops, 2019-2020, kész, ennyi. Full base lap, ez 200 forintos lotba volt, egy 200 forintból került, tehát ebben sincs semmi értéke, nekem csak eszmei értéke van, mert egy Iverson lap. Hát nyilvánvalóan azért a legtöbb ember, ahogy én észrevettem, azért is van benne, mert pont amit mondtam, ez egy piac, tehát hogy ők tényleg piacként is fogják fel, sokan ezt akár nyereséggel csinálják, ugye reselling, bontogatnak, aztán várnak, míg fel, ez a picit ilyen tőzsde jelleg is van benne, tehát azért ezt lehet okosan is csinálni. Én nem akarok olyan mélyen belekerülni ebbe a hobbiba, hogy én ezeken kattogjak, hogy most akkor így fent, ott lent, megőrülnék tőle. Én az eszmei értéket nézem az egészben, de egyértelmű, hogy brutális érdeklődés van Magyarországon is rá. Még a Pokémon kártyákra is egyébként, mert abból is volt egy pár, Magic the Gathering alig volt például. Ezen totál meglepődtem. Hogy így kb. Egy standon láttam amúgy dobozokat, tehát ő booster boxokat, ennyi. Azon kívül nem volt Magic the Gathering játék, tehát nem játszottak éppen, nem volt semmi. Volt ez a Disney TCG, ott mondták nekünk, hogy ez érdekel, mert Tomi megnézegette ott az artworköt rajta, és akkor mondta, hogy hát kérdezték, hogy hát a játék érdekel, mert akkor megmutatják meg, nem tudom. Hát engem az annyira már nem érdekelt. De voltak még hatalomkártyái is, srácok, hatalomkártyái, még azok is kint voltak, Yu-Gi-Oh is volt kint, amúgy arra például egyet nem tudok, az ennyire hype lenne még mindig, meg ennyire köztudatban van, de úgy látszik, hogy köztudatban a Yu-Gi-Oh még mindig. Na mindig, úgyhogy szerintem ez egy baromira érdekes világ, de mondom, én nagyon mélyen nem akarok ebbe elmerülni, meg számomra azért 20-30 ezer forintot egyetlen egy darab kártyalapért kiadni, számomra egy no-go zone, nagyon erős no-go zone. De nem, tehát értem, hogy miért kerül annyiba, nem tartom hülyének azt, aki annyiért megveszi, nem erről van szó, de azért ilyen szinteken én nem akarok ebbe belefolyni. Azért van egy ilyen kis binderöm, tényleg le vagyok szépen limitálva, biztos, ami ziher, ezt nem tölthetem túl, tehát ennél több lapom nem lehet, és csókolom. Amúgy az egyetemi Sohel lapokra kérdeztem, ugye volt, amiből mutattam, hogy volt négy is, így ránéztek, és mondták, hogy egyetemi Sohel lap. Köszönöm. Úgyhogy nagy befektetés volt, tehát ezért nem akarok benne elmélyülni. Na mindegy, srácok, köszönöm. Remélem azért, hogy élveztétek is, hogy úgy tetszett nektek ez a tartalom. Mondom, sokat elmélyülni nem akarok. Terveztem én itt különböző videókat Magic the Gathering témában is, meg Pokémon kártya témában is, csak tényleg egyszerűen még a Bálnával is beszéltem, mert tudtam, hogy ő a Pokémon TCG-ben benne van, vagy benne volt, inkább azt mondom, és ő ráülisült arra az előítéletemre ez az egész a kapcsolatban, hogy kibaszott nagy gambling az egész, meg egy folyamatos harc azért, hogy a decked az olyan legyen, hogy elfogadott a szabályrendszer szerint, és akkor dobhatod ki kb. A régi lapjaidat, meg nem tudom, tehát egy ilyen őrült körforgás lehet, egy igazi mély gödör lehet ez az egész. Ráadásul én azért nem akarok, például nekem inkább a Magic the Gathering érdekelne, azért nem is veszek amúgy fizikai lapot, mert ki a francsal játszanám én ott Nógrád megyébe. Hát én meg följönni nem fogok itt ilyen bajnokságokra, meg ilyenek. Mindegy, van egyébként, hogyha valakit érdekel, a Magic the Gathering-nek van egy ilyen, meg amúgy a Pokémon TCG-nek is vannak appos online verziói, az ott tök jól el lehet velük játszani, mert amúgy a játékmenet tök jó, meg tök érdekes, meg tök nagyon, hát ugye a Magic the Gathering az gyakorlatilag teljesen hasonlít a Hearthstone-ra, amit ugye például sokan ismertek. Úgyhogy a Hearthstone szerintem alapból onnan kölcsönözött egy csomó mechanizmust. Biztos vagyok benne, mert a Magic the Gathering a legelső ilyen, ami kijött. Na mindegy. Úgyhogy, ja, srácok, azt mondom, hogy ezt is amúgy bizonyos szinten amúgy egészségesen lehet űzni, de amúgy szerintem rengeteget rá lehet erre költeni. Úristen, rengeteg pénzt rá lehet erre locsolni erre a sztorira. Úgyhogy csak ésszel. Na mindegy, remélem, hogy élveztétek, srácok. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, ami nagyon érdekes lesz. Most megyünk oda felvenni, kíváncsi leszek. Sziasztok, jöhet az out! Ró! Remélem, élveztétek a videót, srácok. Leírásban egy csomó link megtalálható lesz. Köszi a figyelmet, sziasztok!